mivel kezdődött a strandszezon, önök járnak-e a helyi fürdőbe? Igen, járunk rendszeresen a család is, és én is úszni, meg hát csak kikapcsolódni is. És milyennek találja a Ladányi strandot? Sokan azért szeretik, mert nem zsúfolt és szép zöld tiszta. Ön egyetért ezzel? Na hát én is pont ezért szeretem, mert sokkal jobb, mint egy szoboszlói, ahol mekkora zsúfoltság van. Ez tiszta, kevesen vagyunk, és a víz is tiszta. Hál' Istennek nem azért járok, hogy a nyavajáimat gyógyítgassam, csak kikapcsolódásképpen, de hát nagyon sokan dicsérik, hogy a mozgásszervi panaszokat nagyon szépen helyre hozza. A Ladányi strandot a nyugalom és a tisztaság miatt szeretik a vendégek. Ön javítaná valamit a jelenlegi szolgáltatáson? Most én annak örülök kifejezetten, hogy van ilyen, hogy úszójegy. Bár lehetne 6 órától, és nem 7-től 8-ig, hanem mondjuk 6-tól 8-ig. Ez nagyon csalogató. Hát, hogy nem tudom, örülök neki, hogy megint van zene. Az nagyon jó, meg sokan panaszkodnak, hogy nincs kulturált étkezési lehetőség. Mondjuk ez így van. És aki mondjuk messzebbről jön, mert nagyon sokszor találkoztunk olyanról, hogy Pilisvörösváról, meg még távolabbi helyekről jöttek, ők egy kicsit ezt kifogásolták. Persze engem ez sem zavar, mert majd ebédelek otthon. Önök járnak a helyi fürdőbe? Szoktunk járni, nem ilyen sűrűn. Milyennek találja a Ladányi strandot? Sokan azért szeretik, mert nem zsúfolt és szép zöld, tiszta. Ön egyetért ezzel? Szerintem mindenki azért szereti. A ladányi jegyárak jóval alatta vannak a környező fürdő árainak. Ez vonzó lehet-e ön szerint? Biztosan. Mert szerintem mindenki arra megy rá, aki a legolcsóbb a fürdőzhető. Igen, járunk, édesanyámmal is jártunk tornázni, kezelésekre, nagyon szeretjük, nagyon kellemes és nagyon tiszta, nagyon kedvesek, nagyon udvariasak, nagyon becsületesen dolgoznak, nagyon örülünk neki. Azt látom, hogy újabb kedvezményeket kaptunk, a kísérőnek is van külön jegy, van külön uszoda jegy, ez nagyon fontos számomra, én nagyon szeretek úszni, tehát függetlenül a kezelések mellett is nyáron fontos egészség, megtartás és jó kedv, örömhormonok felszabadulnak, nagyon örülünk neki. Elkezdődött a strandszezon, ön szokott a helyi fürdőbe járni? Szoktam kezelésekre, kétszer egy évben, és hát megfelelőnek tartom a vizet is, a tisztaságát is, és a kezeléseket is. Milyennek találja a strandot? Sokan ugye azért szeretik, mert nem zsúfolt és szép zöld, tiszta. Ön egyetért ezzel? Egyetértek vele, igen. Szép, tetszik nekem is. Hát szeretnénk majd menni, mikor majd aktuális lesz, mert 4 hónapos a gyerek, és majd utána szeretnénk menni. Egyébként milyennek találja a Ladányi strandot? Sokan azért szeretik, mert nem zsúfolt, szép, tiszta és zöld. Ön egyetért ezzel? Hát én még nem voltam, mert én nem régóta lakok itt, de szeretném megnézni. Én szoktam a nyugdíjas kupolal is szoktunk menni, meg egyedül is szoktam járni a barátnőmmel. És milyennek találja a Ladányi strandot? Sokan azért szeretik, mert nem zsúfolt és szép zöld, tiszta. Ön egyetért? Jó, szép, szoktam járni kezelésre is, úgyhogy meg vagyok elégedve, mert tiszta, nagyon tiszták a vizek minden, és megfelelő mennyiségű meleg, úgyhogy nagyon jó. Hát ízületre, és hát mindenre jó. Annyit tudok mondani, én ízületes vagyok, de nagyon jó, hogyha mikor járok, úgyhogy javulok. A Ladányi strandot a nyugalom és a tisztaság miatt szeretik a vendégek. Javítaná-e valamit a jelenlegi szolgáltatásokon? Hát nem, nekem is megfelel, mint az előbb említettem, hogy nagyon tiszta tényleg a környezet, a terület, minden. Úgyhogy a víz is megfelelő, minden nap cserélik, úgyhogy szép. Néha kimegyek a gyerekekkel, de így nyilvánosan nem fürdök, hanem a gyerekekkel ott játszanak körülöttem, most én még ott vagyok. Milyennek találja a Ladányi strandot? Sokan ugye azért szeretik, mert nem zsúfol, szép, tiszta és zöld. Ön egyetért ezzel? Igen, egyetértek. Nagyon szép a fürdő. Mostanában még jobban, mert felújították. És jobb. Még szebb. Ez az öreg fürdő, ez a terápia fürdő, ahol jön a nagy meleg víz, az nagyon jó. Üzületre, reumára, gyulladásokra, női betegségekre, mindenféle betegségre jó, mindenre. Mindenre. Máshol eljárnak esetleg fürdőzni? Nem, a gyerekek eljárnak, de én nem. Én ide, csak ide. Még a bentibe szoktam általában télen is járni.
A Ladányi strandot a nyugalom és a tisztaság miatt szeretik a vendégek. Ön javítaná-e valamit a jelenlegi szolgáltatásokon? Hát én nem tudom, hogy javítanék, de hát sok-sok inkább egy kis, hogy ennivaló legyen, több ennivaló legyen, lángosok legyenek, hogy a gyerekek, ha tudnak megéhezni, ne, hogy kivigyünk ennivalót, hanem ott tegyenek. Valamikor volt olyan fürdő, hogy volt sütérde, kolbász, ilyen húsok, és akkor lehet azokat is megvennék a kijárt fürdőbe. Télen. Csak télen, nyáron már nem járok. Inkább megyek pecsárni. És miért nem jár nyáron? Hát mert nincs rá idő. Egyszerűen. Ha van időm, kimegyek pecsárni. Az a nyugalom sziget a Pecsa. De ott a strandon ott vannak annyian, hogy... A kisfiam szokott. Ön egyáltalán nem? Hát kísérem csak. Milyennek találja a Ladányi strandot? Sokan azért szeretik, mert nem zsúfolt és szép zöld tiszta. Ön egyetért ezzel? Igen, szép zöld tiszta. Szeret oda járni, igen. Jobb lenne, ha nagyobb lenne, jobb lenne, ha több játék lenne. A gyerekeknek több lehetőség, mert a víz megadott hozzá. Javítana esetleg valamit a mostani szolgáltatásokon itt a Ladányi fürdőre értem? Hát az jó, hogy most már van kísérőjegy, és be lehet menni a gyerekekkel. Hát az lenne jó, ha nagyobb lenne, és nagyobb lenne a forgalom, és az idegen forgalom is emiatt. Igen, szoktam járni. Sokan, elég sokan szoktak lenni. Jobb, mint a nádudvari, jobb ezerszer. Miért jobb, mint a nádudvari? Hát most, hogy fel lett újítva, meg hát sokan járnak, sok ismerős, haver, mindenki. Meg nem szemetelnek, szépen, meg rendben van rakva minden. Máshol eljártok ezt strandolni? Nem, ide szoktunk csak. Javítanál-e valamit a jelenlegi szolgáltatásokon? Hát, így nekem tűrhető, így nincs vele semmi gondom. Igen, szoktam. Hát nem olyan sűrűn, de szoktam járni, és néha a kezeléseket szoktam kapni. Ez ilyen elektromos masszázs és ilyen torna szokott lenni, de nagyon jó, mert nekem nagyon sokszor fájnak a lábaim, meg a kezeim, és az arra nagyon jó ez a gyógyfürdő is, meg az, hogy ezek a kezelések is nagyon jó. Szép, tiszta és rendezett a terület, és szerintem nagyon megfelel. Hát javítani szerintem nem annyira kell rajta, mert minden megfelelő. Sokan jönnek ide vidékről is, és nagyon jó, szóval szerintem nagyon jó árak vannak itt a gyerekek részére is, a felnőttek részére is. Hát én már nyugdíjas vagyok, én nyugdíjas jeggyel járok, de nagyon jó. Nagyon szép zöld, nagyon tiszta, úgyhogy nem tudom megérteni a ladányi embereket, hogy miért nem mennek a fürdőbe. Mert itt van a jó strand, fürdő, és nem használják ki, beleértve engemet is az idén. De most okom volt rá. Amúgy egy évben kétszer igénybe veszem a kezeléseket. Máshová eljárnak-e strandolni? Nem. Nem. Ha strandra akarok menni, akkor csak Ladányba megyek. Engem kielégít. Meg mást is, mert ahogy kinézek az ablakon télen is, meg tavasszal már, meg nyáron, mindig nagyon szép szerintem. Nagyon ápolt a zöldövezet. A Ladányi strandot a nyugalom és a tisztaság miatt szeretik a vendégek. Ön javítaná-e valamit a jelenlegi szolgáltatásokon? Hát a szolgáltatást túlságosan nem szoktam igénybe venni. Ami nekem kell, az minden van. Úgyhogy ez nem tudok többet tűzni.